hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk testvérek. A mi segítségünk és együttlétünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Maradjunk, drága testvérek, ima csöndben, engedjük meg, hogy Isten szóljon a mi szívünkhöz, és válaszoljunk neki, valljuk meg a mi bűneinket. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőség légyen néked mindenért, amit oly csodálatosan és oly előrelátó bölcsességgel cselekedtél a te népednek, a te választottaidnak az életében. Köszönjük az egyházat, az Anyaszent Egyházat és azt a fundamentumot, amit ennek az egyháznak vetettél, azt a szegeletkövet, amit elhelyeztél, és hogy ez a szegeletkő egy olyan szegeletkő, amit senki el nem mozdíthat, és ő benne van a garanciája annak, hogy amíg lesz ez a világ, addig lesz egyház is, addig szól a kijelentés, addig hangzik az evangélium, és addig gyűjtögeted nagy szereteteddel, kiválasztó kegyelmeddel a tieidet minden nemzedékben, minden korban. Add, hogy ez megnyugvással és háladással töltse el a mi szívünket. Hogy Jézus Krisztus az alapja ennek az egyháznak, hogy Jézus Krisztus a feje, a vezetője, hogy ő a garanciája annak, hogy nekünk is van megtartatásunk, és mindazoknak, akiket te az örök üdvösségre elhívtál. Urunk, köszönjük neked, hogy megláthatjuk eszközi mi voltunkat, hogy te hitáltal a jó cselekedetekre választottál ki bennünket, és hívtál el bennünket. És köszönjük, hogy tudhatjuk, úgy állhatunk ma előtted, hogy mindannyiunknak feladatunk van, egyház építő feladatunk van, hiszen rajtunk keresztül is szeretnéd előre vinni az Anya Szent Egyháznak az életét. Hadd legyünk ma este különösen hálásak azokért a reformátorokért, akik felismerték a te kijelentésedet, és a történelem egy adott pontján vállalták a megújulásnak a kockázatát. Köszönjük, hogy oly nagy bátorságot tanúsítottak, és ebben is látszik a te munkálkodó kegyelmed, a te szent lelkednek az ereje, hogy ahogy a tanítványokat annak idején felhatalmaztad és megerősítetted a szolgálatra, úgy teszed ezt azóta is nemzedékről nemzedékre, és minden nemzedékben vannak olyanok, akik meghallják a hívó szót, és akiknek adatik a bátorság, hogy felemeljék a szavukat, és kimondják, amit ki kell mondani, megfogalmazzák mindazt, amit meg kell fogalmazni, és hogy kiáltó szavak legyenek a pusztában útkészítői a te országodnak.
Urunk, szeretnénk mi is méltók lenni egy eféle hivatáshoz, és arra kérünk téged, hogy mozdítsd elő ezt a munkát a mi életünk által is, és add, hogy az állandó reformáció jegyében mi magunk is folyamatosan megújulva, a folyamatos megújulásnak legyünk a hívei, követei, előmozdítói ebben az elnyomorodott világban, nagyon elnyomorodott népünk között. Urunk, tiéd a hála azért, hogy minden bűnünket oda helyezhetjük a te lábaidhoz. Hogy Jézus Krisztus az, aki könyörög érettünk, te nálad. Hogy ezen a héten az ő főpapi imájával foglalkozhatunk, és ezt olvasva elmélyülhetünk abban a tudatban, hogy van nekünk közben járunk. Hogy van, aki felfogjon bennünket bukásaink, nyomorúságaink és nyomorgásaink közepette. Ezért legyen neked hála és dicsőség, Urunk, és így merünk eléd állni, és arra kérni téged, hogy légy itt közöttünk, lakozzál közöttünk, és mutasd meg, hogy mi az akaratod az életünkkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Urunk, nem a mi érdemünkért, hanem a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak érdeméért. Ámen. Drága testvérek, folytatjuk Jézus főpapi imáját, amit a tegnap elkezdtünk, János evangéliumának 17. fejezetéből a 6. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszt fogom olvasni. A 17. fejezet, János evangéliumának a 17. fejezetéből olvasuk tehát az igét, a 6. verstől a 11. versig. Ezt kövessük figyelemmel, vagy hallgassuk figyelemmel és alázattal. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Szentatyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Azt kell, hogy mondjam, drága testvérek, hogy nagyon vigasztaló tudat, nagyon csodálatos dolog az, hogy a mi drága Urunk és megváltunk érettünk könyörgésével az atyánál szüntelenül közben jár, hogy ezt a heidelbergi káténk is megfogalmazza, hogy nekünk egy szüntelenül közben járó Urunk van az atya előtt. Hogy nincs egy olyan perce az életünknek, amikor Jézus ne gondolna ránk, amikor Jézus ne küzdene értünk, amikor Jézus ne hordozna bennünket az atya színe előtt. Remélem, hogy megerősít benneteket ez a tudat, ez a hit, ez a meggyőződés, hogy nekünk egy ilyen Urunk van, nekünk egy ilyen megváltunk van, aki érettünk könyörög. És ennek egy minta példája az a csodálatos főpapi imádság, amit tanítványoktól való búcsúzásakor mondott el, még mielőtt elindult volna a Golgotai kereszt felé, hogy elvégezze azt a munkát, amit az Isten rábízott. Egy nagyon szép imádság ez, talán a Bibliának a legmélyebb értelmű és legfenségesebb része, amit egyszerűség és ugyanakkor nagy mélység jellemez. Hogy kezdődik a mai ige? Azzal a
kijelentéssel kezdődik, azzal a fohásszal kezdődik, hogy kijelentettem a te nevedet. Kijelentettem a te nevedet az embereknek. És szeretném, hogyha jól figyelnénk erre a szóra. Nem azt mondja Jézus, hogy megtanította az embereknek az Isten nevét. Nem egy bölcseletet adott Istennek a lényéről, hanem ugye nem valami misztériumba, titokzatos dologba vezette be az ő tanítványait, hanem kinyilatkoztatta, vagyis mint egy kinyitotta előttük, és kinyitja előttünk is az Isten nevéhez vezető utat. Ugye neki volt kulcsa egyedül ehhez a névhez. Ő az, aki ki tudja nyitni számunkra az Isten nevéhez vezető utat. De mit jelent ez valójában, hogy kinyitni az Isten nevéhez vezető utat? Mit jelent ez? Ezt akkor értjük meg igazán, hogyha tudjuk, hogy a név Jézusnak a korában, és az ő korát megelőző évszázadokban és évezredekben mindig valakinek a lényegét fejezte ki. És valószínű, hogy a nevet majd idővel adták az embernek, miután már a tulajdonságait megismerték. És nagyon lényeges volt, mert valahol hordozta személyiséget a név. Hát a mi nevünk nem igazán hordozza a személyiségünket, hát vannak is olyan furcsa nevek, amiknek még jelentésük sincsen, nem tudom, hogy milyen lényeget lehetne azokból kiszűrni, de akkoriban ugyancsak a lényeget, vagy valóban a lényeget fejezte ki. Ugye tudjuk azt, hogy Ábelnek a neve azt jelenti, hogy lehellett, semmiség. Jákobnak mi a neve, a névének a jelentése? Tudjátok, Jákobnak a neve jelentése az, hogy csaló. Ugye nyilván utal az ő személyiségére, az ő magatartására. Jézus pedig mit jelent? A Jézus név mit jelent? Azt jelenti, hogy megmentő. Azt jelenti, hogy megváltó. Tehát valakinek megtudni a nevét abban a korban azt jelentette, hogy ugye megkapom a lényéhez, a személyiségéhez, megkapom a kulcsot. Megnyílik előttem a másik embernek a lényege, a másik embernek a személyisége. Így értjük meg, hogy abban a korban a zsidók Isten nevének a titokzatos négy betűjét, ami EJHVH, ez a titokzatos négy betű, hát ennek a névnek a jelentését nem ismerték. De aki ismerte is, nem mondhatta ki. Nem lehetett kiejteni Istennek a nevét. Még az írástudók is, hogyha a tekercseken olvasták, akkor nem olvasták ki Istennek a nevét. Nem ejtették ki, hanem helyette egy másik szót olvastak. Tehát amikor odaértek az a szóhoz, a Jávé, ugye? Akkor nem azt olvasták, hogy Jávé, hanem azt olvasták, hogy Ödonáj. Ami azt jelenti, hogy az Úr. A zsidó főpap mondhatta ki egy évben egyszer a nagy ünnepeknek, a nagy engesztelő ünnepnek az alkalmával, akkor mondhatta ki a főpap egyetlen egyszer egy évben azt a szót, azt a nevet, hogy Jávé, Istennek a nevét. Amikor Jézus így imádkozik, hogy én kinyilatkoztattam a te nevedet, akkor ezt értsük meg, hogy nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy szabaddá tette az utat az ő nevéhez. És az, hogy szabaddá tette az utat az ő nevéhez, mit jelent? Azt jelenti, hogy szabadon megismerhetem Isten lényét, az Isten szándékait, az Isten irgalmát, az Isten szeretetét, vagyis kinyitotta előttünk, és megértette velünk Jézus azt, hogy kicsoda az Isten. Hogy kicsoda valójában az Isten. Hogy mekkora irgalom lakozik az Isten szívében. Hogy mit jelent ez a szó, hogy Isten. Mi van mögötte, ki lakozik mögötte. Tehát kinyitotta az Istenhez vezető ajtót, hogy azóta ismerhetjük, tudhatjuk, kimondhatjuk, és segítségül hívhatjuk az Istennek a nevét. Vajon ma a reformációnak az emlékünnepén, amikor akkora nagy hálával kellene viseltetnünk
az iránt, az örökség iránt, amit ránk hagyományoztak, amit ránk hagytak, ami őseink, elődeink, akik mind abból táplálkoztak, ebből a névből, amit Jézus nyitott meg előttük, vajon mi tudunk ezért hálát adni? Tudjuk-e tisztelettel, nagy alázattal és nagy hódolattal emlegetni és szánkra venni az Isten nevét? Ez az első kérdésem mindannyiunkhoz ezen az estén, hogy Jézus kinyitott nekünk egy ajtót, ami az Isten lényéhez vezet. Vajon átléptünk-e ezen az ajtón? Átléptünk-e a nyitott ajtón? Jól használjuk-e azt a nevet, amit adott nekünk? Mire használjuk azt a nevet, Istennek a nevét? Arra használjuk, hogy segítségül hívjuk őt. Arra használjuk őt, hogy beszéljünk hozzá. Arra használjuk őt, hogy hálát adjunk neki. Arra használjuk, hogy dicsőítsük őt. Arra használjuk, hogy minél jobban meg akarjuk őt ismerni és az ő akaratát. Mire használjuk ezt a nevet? És mire használjuk azt az ajtót, amit is Jézus kinyitott előttünk? Vajon nem csapkodjuk, nem rugdaljuk-e ezt a nyitott ajtót, amit Jézus nyitott ki előttünk? Vajon nem bánunk-e tiszteletlenül Istennek a nevével, az ő jelenlétével? Vajon nem bánunk könnyelműen azzal a ténnyel, hogy Isten közel jött hozzánk, hogy felfedte önmagát előttünk? Hogy milyen döbbenetes dolog ez, hogy Isten felfedi magát előttünk, Isten kinyitja az ő szívét előttünk, mi pedig még arra sem vagyunk képesek, hogy elmondjuk neki a legféltettebb kincseinket, vagy a félelmeinket, vagy a bűneinket, hogy őszinték legyünk ő hozzá. Isten megnyílik előttünk. Vajon mi megnyílunk előtte? Vajon mi nyitva vagyunk előtte? Nem, mintha ő nem tudná amúgy is, hogy mi történik az én szívem bezárt ajtaja mögött. Mi sokszor azt hiszük, hogy ha jól lezárjuk a szívünket, akkor oda nem lát be senki. Az emberek előtt el lehet titkolni nagyon sok dolgot, de az Isten átlát az ajtón. Az Isten látja a te életed nyomorát, látja, mi történik ott bent, látja, hogy mi a gondolatod, hogy mik a szándékaid, látja az egész életedet. Nem lenne jobb számunkra az, hogyha kinyitnánk az ajtót előtte, és feltárulkozna a mi szívünk ő előtte. A továbbiakban így olvasunk, ezt olvassuk, hogy kinyilatkoztattam a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tehát azoknak nyilatkoztatta ki Jézus Isten nevét, akik eddig is imádkoztak Isten nevéhez, de nem tudták, hogy kihez is könyörögnek. Eddig is megszólították az Isten, de nem tudták, hogy kihez könyörögnek. Tehát ez a kinyilatkoztatás nem akárkiknek szól, hanem az ajándék embereknek szól. Vagyis kik ezek az ajándék emberek? A tanítványoknak szól. És ezt tudjátok, hogy mit jelent? Ez először is azt jelenti, hogy mi nem vagyunk akárkik. Mi nem vagyunk akárkik, ugye? Azt olvasjuk, hogy mi azok vagyunk, akiket Isten Jézus Krisztusnak adott. Vagyis mi ajándék emberek vagyunk, ajándékok vagyunk. Másodszor azt jelenti, és itt hadd éljek Augustinusnak a szavaival, hogy meg se találhatnánk az Istent, hogyha ő nem találna ránk. Szeretném nagyon mélyen a szívetekre helyezni ezt a gondolatot, hogy mi nem találnánk meg az Istent, ha ő nem találna ránk. Mi nem ismernénk az Istent, ha ő nem ismertette volna meg magát velünk. Nem mi nyitottuk ki az ajtót, hanem Jézus nyitotta ki az Isten felé vezető utat, az Isten felé vezető ajtót. És akire Isten rátalál, akit ő kiválaszt, azt Jézusnak ajándékozza. Milyen csodálatos dolog, hogy ajándékok vagyunk.
Hányszor gondolunk mi arra, hogy minden a mi törekvésünknek az eredménye. A hitéletben is különösen nagyon hajlamosak vagyunk erre, hogy ami hit által vagyok, ami lelkiekben vagyok, az mind az én törekvésemnek és munkámnak az eredménye. Itt azt mondja az ige, hogy nem. Nem én adtam magam az Úrnak. Hányszor vagyunk ilyen pöfeszkedő, gőgös keresztények. Hogy én átadtam az életemet az Úrnak. Odaadtam magamat neki. De hogy adtad? Nem te adtad oda magad neki, hanem Isten adott oda téged Jézusnak. Itt van ebben az igében nagyon érthetően megfogalmazva, hogy én kijelentettem a te nevedet kiknek? Azoknak az embereknek, akiket te adtál nekem, nem akik ide adták önmagukat. Tehát a tanítványságunkat nem mi döntjük el. Erre Isten hív el bennünket, még mielőtt döntenénk arról, hogy Jézussal akarunk járni. A döntés felőlünk már megtörtént az Isten szívében. Hatalmas üzenet, csodálatos, drága, bátorító vigasztalás. Ahogy a tegnap az a szó, hogy elvégeztetett, ha emlékeztek rá, az is egy ugyanilyen bátorító vigasztalás volt, hogy nem a mi törekvéseinknek, gürcölésünknek az eredménye a mi üdvösségünk, hanem Isten drága munkájának, amit Jézus Krisztusban végzett el a Golgotai kereszten. Éppen ezért a második kérdés, amit szeretnék ma este feltenni, az az, hogy átérzem-e és átéltem-e már az én elhivatottságomat, hogy Isten hívott el engem, hogy ő elhív engem, hogy ő szólít engem. Ki tudja, mióta mondja már azt, hogy gyere, itt vagyok, gyere, várok rád, gyere, te az enyém vagy. Vajon átéltem-e már az én elhivatottságomat? Szóval továbbiakban azt olvassuk, hogy a tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te beszédedet, a te igédet. Ők megtartották a te igédet. Mire célozhat itt Jézus? Itt arra célozhat Jézus, hogy a tanítványok mindazt, amit ő Istentől, az atyától, a tanítványai felé közvetített, azokat eszükben és szívükben is, és életük gyakorlatában is megtartották. És ugye a tanítványságnak ez az ismérve, hogy amit hallok, azt megtartom. És az életté és életvitellé válik bennem. Csak az tanítvány, kedveseim, csak az tanítvány, aki felhasználja mindazt, amit hallott. Akinek megragad az életében, akinek megmarad az életében, és életté válik, gyakorlattá válik mindaz, amit hallott. Minden hasonlat sántít, ugye ez is, amit mondani fogok, de valahogy úgy van ez, hogy van olyan megemészthetetlen étel, ami csak úgy átmegy rajtunk, nem szívódik fel, és nem épül fel a szervezetünkben. Ezt én tapasztalom, nekem egy ilyen betegségem van, ami egy komoly felszívódási zavarral jár. Hogy hiába eszek, mégis ilyen szép csinos maradok, igaz? Tehát, hogy nem szívódnak fel sokszor a tápanyagok, az alapvető tápanyagok nem szívódnak fel a szervezetemben. És sokszor van jellemző ránk ez a felszívódási zavar lelki értelemben. Lehet, hogy fizikailag ez működik, adjon az Isten jó egészséget hozzá. De vajon lelkiekben hogy működik? Hogy működik a felszívódás? Hányszor vagyok én úgy itt a templomban, hányszor vagyok így a gyülekezetben, hányszor hallom úgy az Isten igéjét, hogy zsutya átment rajtam, és semmi, de semmi változást nem okozott az életemben. Ha valakinek egy egészséges szervezete van, és egy tartalmas vacsorát elfogyaszt, az meglátszik rajta, ugye? Akik ezzel küzdenek, azt mondják, hogy bárcsak ne látszana meg rajtam, igaz? De jó az, tudjátok, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogyha meglátszik rajtad? Mert azt jelenti, hogy energiává válik az életedben. Hogy működik az emésztésed, a felszívódásod. Ó, bár csak úgy mennénk el minden alkalommal az Isten házából, hogy ami beszéd elhangzik, az meglátszódik az életünkön.
És milyen csodálatos, hogy ezt mondhatta Jézus az övéiről, és ezt mondhatja, hogy akiket nekem adtál, és akiknek ez, kijelentettem a te nevedet, azok megtartották a te igédet. Nos, jegyezzük meg, hogy csak az az ige táplál, erősít, bátorít, válik életté, amelyik felszívódik bennünk. És így derül ki, hogy miért van annyi életképtelen, miért van annyi legyöngült keresztény, miért? Azért, mert nem lett számukra élet az Istennek a beszéde. Mert olyan rutinszerűen hallgatjuk már az igét is, már olyan rutinszerű az, hogy eljövünk, rutinszerű, hogy leülünk, és szól az igehirdet, és rutinszerű, hogy mi nem figyelünk oda esetleg, hogy végig unatkozzuk a dolgokat. Ó, áldott legyen az Isten, amikor valóban életté válik bennünk az ige. És akkor tudjátok is, hogy mi a harmadik kérdésem ma este. Az, hogy megtartom-e Isten beszédét. Megmaradnak-e bennem azok a beszédek, amiket Isten mond nekem? Megmaradnak-e bennem? Nem vagyok-e alultáplált keresztjén, amit aztán könnyen kikezdenek a betegségek, mert minden alultáplált szervezetet könnyen megtámadnak és könnyen letepernek a betegségek. Vajon nem vagyok-e ilyen alultáplált keresztjén? Mert akkor átmennek rajtam az igék és az ige hirdetések. Aztán a 17. fejezet 9. versétől folytassuk. Ugye, én ő érettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. És itt álljunk meg egy kicsit. Én érettük könyörgök, ugye nem a világért könyörgök. Érettük könyörgök, és nem a világért. Ugye, hát nagyon sok vita és szellemi csatározás folyt az utóbbi időkben a közösségi alkalmakon, különösen a körzeti bibliórákon, amikor ugye a kiválasztás tanával, nagyon nehéz, bonyolult tanával foglalkoztunk, és sok minden kiben megütközést keltett az a tény, hogy Isten választ ki bennünket jó tetszése szerint, és itt megint csak egy ilyen megütköztető ige, amely így hangzik, hogy én nem a világért könyörög Jézus, hanem azokért könyörög Jézus, akiket Isten neki adott. És akkor ilyenkor egy szemfülesebb bibliaolvasó azt mondhatná, hogy akkor mit csináljunk azzal az igével, amit ugyancsak a János evangéliumában olvasunk, amelyik az evangélium dióhéjban, és amely így hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy állítjuk ezt a kettőt egymás mellé? Mi ez a hatalmas ellentmondás? Hát nem válik a Biblia éppen hiteltelenné, éppen ezáltal, hogy ilyen ellentmondások vannak benne, hogy egyik helyen azt mondja Jézus, hogy én nem könyörgök a világért, mintha nem is törődne a világgal, hanem csak egy szelekt társaságért, mondjuk azt mondja Jézus, hogy én csak ezekért könyörgök, ezekért az emberekért, akik itt vannak a templomban, és az egész falu engem nem érdekel. Én nem a két szíjekért könyörgök, hanem azokért, akik itt vannak. Úgy tűnik egy pillanatig, mintha ellentmondás lenne a két ige között, hogy én ő érettük könyörgök, nem a világért, és Isten úgy szerette ezt az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Pedig nincs ellentmondás. Valaki úgy mondta ezt, hogy ez csupán az éremnek a másik oldala. Van az éremnek két oldala. És az egyik oldala az, hogy én érettük könyörgök, a másik oldala pedig az, hogy én úgy szerettem a világot, hogy odaadtam az én fiamat. Ugye ez egy sorrendi kérdés. Éppen azért könyörög érettünk, mert annyira szereti a világot, hogy tudja, hogy ennek a világnak kire van szüksége. Ennek a világnak ránk van szüksége, az Isten fiainak a megjelenésére. Mert ezt olvasok az igében, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogva várja azoknak a megjelenését, akik elmondhatják nekik, Jézus tanítványaiként elmondhatják azt, hogy van örömhír, van evangélium, van megváltás, van örök élet, van üdvösség. Ezért imádkozik Jézus érettünk, hogy bennünket az Isten vértezzen fel azzal az erővel és azzal a hévvel,
ami szükséges ahhoz, hogy tovább vigyük az örömhírt. Mert tudjátok, hogy mi vagyunk mi Isten számára. Mi vagyunk a vetőmag. Az a vetőmag, amiknek az a sorsa és az a rendeltetése, hogy belekerüljön a földbe. Hogy beleszórják a földbe, és ott szárba szökkenjen, és termést hozzon. Gyökösi Endre mondja el a következő történetet ennek az igének a kapcsán. Ugye kis cserkész fiú voltam, amikor egy éjjel az őrség tűzriadót fújt a trombitán. A közeli kis faluban balajton tűz ütött ki, s mi vödrökkel, edényekkel, s minden szerszámmal, amivel csak tudtunk, az egész cserkész csapat futottunk át a tarlón a falu irányába. Akkor már több ház égett. Szerencsére még csak a háztetők, aféle nádtetők. Máig sem felejtem el, hogy a kétségbe esett, s nekünk mégis örülve kiáltozó gazdák szüntelenül csak azt mondották, csak az életet mentsétek, fiaim. Csak az életet mentsétek. És ez alatt a vetőmagot és az állatokat értették. És mi láncot formálva hordtuk ki a zsákokat, és vezettük ki az állatokat, míg a többiek vödrökkel próbálták oltogatni a tüzet. Nos, mi történik ebben az imádságban, amikor azt mondja Jézus, hogy én nem a világért, hanem ő érettük könyörög? Azt történik, hogy ő a vetőmagért könyörög. Hogy azt tartsa meg az Isten. Hogy az legyen csiraképes. Az kerüljön be a földbe, és az szökkenjen szárba és teremjen. Mi vagyunk az a vetőmag? Vagy legalábbis remélem, hogy sokan közülünk azok már. Lehet, hogy vannak még olyanok, akik nem ismerték fel vetőmag mi voltukat. Na most éppen ezért a negyedik kérdésem az, hogy kész vagyok-e átélni az én vetőmag voltomat? Kész vagyok-e ezt átélni? Tudatosul-e bennem az, hogy nem önmagamért élek ezen a világon? Mert ezen a világon azt mondja az ige, hogy senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Tudatában vagy te ennek. És teljesen félreértették azok Jézusnak a szavait, amikor ugye azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hát tökéletesen félreértették Jézusnak a gondolatait azok, akik ugye a sótartóban akartak só maradni, és a véka alatt akartak gyertya maradni, vagy lámpás, és láthatatlan hegyen épített város akartak maradni. Jegyezzük meg, hogy a sónak ki kell kerülnie a sótartóból. A sótartó az nem egy dísztárgy, hanem egy haszontárgy. A só, ami benne van, az használatra való. A sónak, a sótartóból ki kell kerülnie. A vetőmagnak ki kell kerülnie a hambárból, ki kell kerülnie a zsákból, ki kell kerülnie a góréból. El kell vetni. Az a vetőmagnak a rendeltetése. Nekünk az a rendeltetésünk, hogy ebben a bűnös, nyomorult világban, mint Isten választottai, az ő dicsőségét tükrözzük. Vajon hány használható vetőmag van ebben a közösségben, itt közöttünk, akik készek arra, hogy Isten használja őket. És végül az utolsó gondolat, amivel szeretném zárni ezt a prédikációt, ugye, azt olvassuk az igében, hogy Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Az egyik gondolat ennek kapcsán az, hogy Isten kitartottjai vagyunk, eltartottjai vagyunk. Ő tart meg minket Jézusnak a kérésére. Jézus azt mondja, tartsd meg őket a te nevedben. Nem mi tartjuk meg önmagunkat, hanem Isten az, aki megtart bennünket. És a második gondolat ugye az, hogy azt kéri az atyától, hogy egyek legyünk. Olyan egyek, amilyen egy ő az atyával. És ugye erre a kérdésre
holnap még vissza fogunk térni, mert elő fog ez a kérdés határozottabban is jönni ebben az imádságban. Most csak annyi erről, hogy kevés jézusi imasor, vagy ima gondolat ellen védkezett a kereszténység, keresztény egyház, vagy egyházak, felekezetek, mint ez ellen. Ha valamit nem vettünk komolyan, és még ma sem veszünk eléggé komolyan, az micsoda? Hogy egyé legyünk. Hogy mi nem azért vagyunk itt ezen a világon, keresztények, hogy egymást marjuk, és szétszedjük, és egymást támadjuk. Hanem azért vagyunk, hogy a gonoszt támadjuk, és nem egymást. És olyan szomorú látni, amikor egyik keresztény esik a másiknak, és amikor azt látom, hogy felekezeti kérdésekből, tanítási kérdésekből olyan nagy ügyet csinálunk, hogy képesek vagyunk meggyűlölni egymást. Amikor a baptista meggyűlöli a református meggyűlöli a baptistát, együtt gyűlölik a katolikus gyűlöli mindkettőt, igaz? Mi értelme van ennek? Ki okozza ezt a felekezetek között? Vajon az Isten? Dehogy az Isten. Ami szeretetlenség van közöttünk, azt mind az ördög okozza. Ezt a diverziót, ugye? És ezzel nagyon-nagyon nagyot tud ártani az egyháznak az ördög, mert ő tudatosan rombolja az egységet közöttünk. Tehát mi a kérés? Jézusnak a kérése? Soha ne felejtsük el. Soha ne felejtsük el. Bármilyen felekezethez tartozunk, azt akarja, hogy egyek legyünk. Azt akarja, hogy egyek legyünk. És itt, ha nézzük a szöveget, akkor Jézus, és különösen a továbbiakat majd, Jézus itt nem egy karámegységért, egy karámegységért imádkozik, hanem egy nyáj egységért imádkozik. Vagyis azt mondja, hogy vannak különböző karámok, ez természetes. Vannak különböző karámok. Van a református karám, mi ebben élünk. Van a baptista karám, van a katolikus karám, de mindegyiknek ugyanaz a pásztora. És mindegyik karámból azok, akik az övéi, az ő fősége alá tartoznak. És ezeknek az embereknek egy a feladatuk, az, hogy egységben vegyék fel a harcot a világban lévő gonoszsággal szemben. Ezért az ötödik kérdés az, hogy vajon imádkozunk-e eleget, és megteszünk-e minden tőlünk tehetőt a jézusi imának a szellemében az igazi egységért, az igazi ökumenéért, ami a keresztény egyházak között kellene megvalósuljon. Vajon mit teszünk mi ezért? Mennyit teszünk mi ezért? És mennyit imádkozunk mi ezekért a dolgokért? Olyan jó volna, hogyha valóban egyre többet foglalkoznánk ezzel. És drágáim, fontoljuk meg ezeket a kérdéseket, amiket az Isten feltett számunkra. Ugye vajon az első kérdés az volt, hogy vajon hogy bánunk azzal az ajtóval, amit Jézus nyitott meg előttünk. Isten nevével. Vajon mi magunk megnyitjuk-e az ajtót, ami szívünknek az ajtaját ő előtte? A második kérdés az volt, hogy vajon átélem-e, vagy átéltem-e már azt, hogy Isten hívott el engem, Isten elhívott engem, Isten kiválasztott engem. Átéltem-e azt, hogy én egy ajándék vagyok, akit Isten adott Jézus Krisztusnak. A harmadik kérdés az volt, hogy megtartom-e az Istennek a beszédét? Megmaradnak-e bennem azok az igék, amiket Istentől kapok, amiket Istentől azért kapok, hogy tápláljon engem, hogy felszívódjon bennem, és életté váljon bennem? Vajon hogy állunk mi ezekhez a dolgokhoz? Hogy gondolunk mi ezekre a dolgokra? És végül az volt a kérdés, hogy imádkozunk-e és megteszünk-e mindent azért, hogy az az egység, amiért Jézus Krisztus imádkozik, az az egység megvalósuljon az életünkben.
hogy mindannyian egyek legyünk. Bármilyen karámhoz tartoznánk, bármilyen felekezethez tartoznánk. Én szeretném nagyon komolyan ezt is a szívetekre helyezni, reformációnak az emlékünnepén, amikor különösen a saját egyházunkra gondolunk, a saját felekezetünkre gondolunk, és azért adunk hálát. De ugye, amikor a reformáció munkájára gondolunk, akkor nem csak a mi felekezetünk van ebben benne, hanem minden protestáns egyház, minden protestáns mozgalom, és benne van az a katolikus egyház, akiért annyira égett a szíve annak a Luther Mártonnak, aki elindította Isten kegyelméből a reformációt, hogy vállalta azt a kockázatot, hogy elmondja az igazságot. És ezt sokszor mondtam már nektek, és tudnotok kell, hogy Luther Mártonnak eszeágában nem volt kiválnia a katolikus egyházból. Egyáltalán nem volt ez a szándéka. Ő azt szerette volna, hogyha a katolikus egyház megújulna. Ha a katolikus egyház reformálódna meg. Luther Márton nem alapított egyházat. Végül azért kellett új egyháznak alakulnia, mert a katolikus egyház vetette ki magából ezt az embert. Vajon mi hogyan viszonyulunk az újításokhoz, a reformációhoz? Vajon mi képesek vagyunk-e befogadni mindazt, ami új, és mindazt, ami meg akar újítani a mi életünkben az Isten, vagy mi is kivetjük ezt magunkból? És vajon gondolunk-e arra, ami Luther Mártonnak is a szándéka volt, hogy nekünk az a célunk, hogyha már Isten belehelyezett bennünket egy egyházba, és nem véletlenül, ezt mondtam már, nem véletlenül helyezett bennünket ide, nem véletlenül vagyunk mi ennek a gyülekezetnek és ennek az egyháznak a tagjai, akkor Istennek semmiképpen nem az a célja, hogy elhagyjuk a gyülekezetünket, hogy elhagyjuk a felekezetünket, hogy elhagyjuk az egyházunkat, hanem az a célja, hogy szeressük azt, és imádkozzunk érte, és mindent megtegyünk a gyógyulásáért. Ahogy valaki, egy jó barátom mondotta ezt, hogy ha amikor erről beszéltünk, hogy elhagyni az egyházat, vagy nem elhagyni, és azt ugye szóba jött, hogy a református egyházban mennyi gond van, mennyi nyomorúság van, akkor azt mondta, hogy hát tudod, sokat gondolkoztam én is ezen. És aztán eszembe jutott az édesanyám, aki valamikor 30 éves korában gyönyörű szép asszony volt. De tudod, most már 70 éves, és már megöregedett, és már nem olyan szép. Sőt, már csúnya is szegényke. De tudod, attól még az én édesanyám. Attól még ő az én édesanyám. És vajon, milyen az az ember, aki azért hagyja ott az édesanyját, mert megcsúnyult, mert megöregedett, mert megvénhedett. Ott hagynád az édesanyádat azért, mert megcsúnyult és megöregedett? Azért, mert megcsúnyult, lehet, hogy megcsúnyult a mi egyházunk, és sok nyomorúságban szenved, azért még nem szabad ott hagyni, hanem az a feladatunk, hogy szeressük, és imádkozunk érte, és vetőmag legyünk, ugye ezt azt hiszem elfelejtettem mondani, hogy átélem a vetőmag voltomat, hogy engem Isten használni akar abban, hogy a reformációnak a munkája csodálatos módon folytatódjék a gyülekezetemben, a közösségemben. Adjon Isten ehhez erőt, és használjon bennünket, mint ajándékembereket, mint vetőmagokat az egyház állandó megreformálásában, és az mindig ott kezdődik el az én életemnek a megújításával és megreformálásával. Így legyen ez. Ámen. Elcsendesedünk testvérek közös imádságra. Nagyon nagy szeretettel és határozottsággal buzdítalak benneteket arra, hogy szólítsátok meg az Istent hangosan is a gyülekezetnek a közösségében.
Amen. Amen. Először is azt köszönjük meg neked, Urunk, hogy ma itt lehetünk, ez is kegyelem, nem az mi érdemünk, hogy nem valahol Halloween-t ünnepelünk, vagy valami pótcselekvésben gyengítjük a saját lelki immunrendszerünket, kiszolgáltatva a sátánnak és minden gonosz hatalomnak, hanem itt vagyunk ebben a védett térben, ahol a te szent lelked munkálkodik, és ahol adatik a kegyelem, annak ellenére, hogy oly méltatlanok és alkalmatlanok vagyunk. Köszönjük azt a nevet, amit megismerhettünk, vagy amit ismerhetünk, vagy ismergetünk. Köszönjük, hogy nincs már semmi akadály, minden akadály el lett hárítva az útból, a te megismerésednek az útjából, hogy szabadon, bátran mehetünk hozzád, dicsőség ezért neked. Köszönjük, hogy ajándékok vagyunk részedről Jézus Krisztus számára, hogy értékesek vagyunk a te szemedben, fontosak vagyunk számodra. És köszönjük, és itt most szégyennel állunk meg előtted, hogy te arra méltatsz bennünket, hogy vetőmagok legyünk. És Urunk, ugye elgondolkoztató az, hogy sokszor egy ilyen védett térben, ahol olyan bátran kinyílthatnánk a szánkat, és imádkozhatnánk, még itt sem veszük vagy a fáradtságot, vagy a bátorságot ahhoz, hogy megfogalmazzunk valamit. Elmondjuk neked valamit, ha itt nem működik, joggal tevődik fel a kérdés, hogy vajon hogyan működik kint a világban, hogyan mondjuk el másoknak azt, amit itt elhallgatunk. Urunk, nevelj bennünket, kérünk,
és add, hogy alázattal fogadjuk el a te nevelő intésedet is. És add, hogy valóban megtartsuk a te beszédedet, hiszen sokszor azért vagyunk olyan elképesztően gyengék és meglankadtak, mert nem táplálékként fogadjuk az igét. És Urunk, azért az egységért hadd imádkozzunk, amit te nagyon határozott módon szorgalmaztál, és amiért Jézus Krisztus is oly határozottan imádkozott, hogy bomoljanak le a válaszfalak közöttünk, hogy valóban tudjuk megtanulni szeretni egymást, elfogadni egymást, és megtaláljuk az együttműködésnek, az együttmunkálkodásnak a módozatait más felekezetűekkel, más keresztény testvérekkel. Köszönjük, hogy ez ebben a gyülekezetben már elindulhatott és működhet. Kérünk, könnyíts és könyörülj a mi konokságunkon, hogy ez az egység egyre jobban megvalósuljon közöttünk. Kérünk, őrizd éjszakánkat, áld meg azokat, akik nincsenek közöttünk, imádkozunk nagy beteg testvéreinkért, hordozd őket kegyelmesen, és legyen minden a te akaratod szerint az ő életükben is, ahogy a miénkben is. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Örülök, hogy együtt lehettünk ezen az estén is, és őszinte leszek hozzátok. Nagyon elszomorított engem az, hogy mennyire nem tudunk együtt imádkozni, mennyire nincs igazán ima közösség, és én szeretném ezt megérteni, de nem biztos, hogy meg kellene érteni ezt, vagy meg kell, hogy értsem ezt. Éppen arról beszéltünk ebben az igében többek között, hogy minket vetőmagként akar használni az Isten. Hogy nem arra hívott el bennünket, hogy ott szépen meghúzzuk magunkat a sótartóban, vagy a zsákban, és olyan kényelmesen, a kis komfortzónánkon belül azt mondjuk, hogy mi nagyon jól érezzük itt magunkat. És nem veszünk annyi fáradtságot sem, hogy kinyögjünk egy-két mondatot. Az Isten nem fogja számon kérni a mondataimnak a szerkezetét, az összetételét, de a szívem szándékait, a szívem állapotát és a hozzáállásomat azt mindenképpen számon fogja kérni. A reformáció emlékünnepén hadd legyen ez egy kifüggesztett tétel ide a Magyar Kéci templomnak a kapujára, hogy amikor együtt vagyunk és az Isten szolgálatra és imádságra szólít fel bennünket, akkor jaj nekünk, hogyha hallgatunk és itt elpihengetünk a templompadokban, mert az a munkás, az nem alkalmas arra, hogy elvégezze azt a munkát, amit szeretnének rábízni. Nem alkalmas az Istennek az országára. Tehát engedjétek meg, hogy aki meginthető, azt megintsem nagy szeretettel ezen az estén, és van még egy holnapi alkalmunk, szeretném, hogyha valami változás esne ilyen télen a mi hozzáállásunkban. Isten könyörüljön rajtunk, és könyörüljön a gyülekezetünkön is, és könyörüljön azokon, akiknek az a feladatuk, hogy beszéljenek Isten szeretetéről az embereknek. És akik nem tudnak imádkozni, még a templomban sem, azok lehet, hogy nem tudnak a templomon kívül sem bizonyságtétellel élni, és elmondani az embereknek valamit is arról a szeretetről, amivel Isten szereti őket.
És ha például nem értitek az igét, lehet, hogy azért nem, nincs imádság sem a szívünkben, mert nem értettük az igét, akkor én nagy szeretettel azt mondom, hogy meg lehet engem állítani, rá lehet kérdezni, hogy tiszteletes úr, ezt most abszolút nem értem, hogy mit tetszik mondani, és akkor megállunk, és elgondolkozunk rajta, és akkor megpróbálom egyszerűbben megfogalmazni, vagy nem tudom, de valamit megpróbálunk, csak azért, hogy érthetővé válik az üzenet, és az imádság még arra is jó, kedveseim, hogy önmagamnak is átismételjem mindazt, amit az Isten a szívemre próbál helyezni. Na, még mielőtt egy másik prédikációt tartanék, erről befejezem, és szeretettel hívlak benneteket holnap este 7 órára is, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Ez lesz a záró istentisztelet, ezen a héten a záró bűnbánati istentisztelet. Záró énekként a 298. énekünket fogjuk énekelni. 298. énekünket fogjuk végig énekelni. Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Így kezdődik ez az ének, az első 5 versét helyeinken maradva, 6. versét helyeinkről felállva fogjuk énekelni.